Kulturális örökségvédelem Sagittarius projekt a főiskolán. Pályázattal keresik a szolgáltatót, módosulhat a menetrend. 20 parkoló épült a toronyháznál. Ezek lesznek ma a legfontosabb híreink. Jó estét kívánok! Az országban egyedülálló módon valósítja meg a hazai természeti, kulturális és szellemi értékek védelmét és hasznosítását a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola. Az intézmény több mint 2 éve vesz részt a Sagittarius elnevezésű, az egész dél-kelet-európai régióra kiterjedő nagyszabású örökségvédelmi projektben. A Sagittarius projekt a főiskola újabb nemzetközi turisztikai projektje a Dunai Limes projekt mellett. Sagittarius projekt alapvetően egy nemzetközi projekt, a dél-kelet-európai régió országait fogja össze. 8 partnerországgal dolgozunk együtt, összesen 20 partnerintézménnyel. A projekt az egy 3 éves projekt, elég nagy költségvetéssel, hál' Istennek, tehát 2,5 millió eurós Európai Uniós, részben Európai Uniós támogatással működik. Célja, hogy a természeti és kulturális örökségek turisztikai vonzerejét növelje, főként az egyelőre kevésbé ismert falusi helyszíneken. Ez azonban nem csak kulturális, hanem gazdasági kérdés is. A régió rengeteg olyan rejtett kulturális értékkel rendelkezik, amik mivel nem ismertek, ezért nem is jelenthetnek tulajdonképpen bevételi forrást a helyi gazdaságok számára. Ez a projekt pontosan azt célozza meg, hogy a kevésbé ismert örökségi értékek is elérhetővé váljanak a nagy közönség számára, és mivel ezek a helyben ugye munkalehetőséget jelentenek, nyilván ezeknek a fenntartása, megóvása, ezért ilyen módon úgymond a lokális gazdaság fellendítésnek motorja is legyenek. A Gyöngyösi Főiskola a nemzetközi projektben régiónkat is képviseli. A természeti örökségre fókuszálunk, és adja magát a Tisza és a Tiszató öröksége. Ezzel kiemelten foglalkozunk, ugyanakkor Gyöngyösnek és Egernek a kulturális értékei hasonlóképpen bemutatásra kerülnek a projektjeinkben, úgyhogy azt várjuk, hogy Heves megye látogató száma ezek nyomán nyilván nőni fog. A Sagittarius projekt a végéhez közeledik, 2014. május 31-én zárul ugyanis a 3 éves pályázati időtartam, tette hozzá Dávid Lóránt. Új szolgáltatója lehet a menetrend szerinti helyi autóbuszos közlekedésnek. Gyöngyös önkormányzata ugyanis pályázatot írt ki, mivel az eddigi szolgáltatóval, a Mátra Volánnal lejár a szerződés. Az önkormányzat várja az utasok észrevételeit az új menetrenddel kapcsolatban. Pályázati úton választja ki a menetrend szerinti helyi autóbuszos közlekedés közszolgáltatóját Gyöngyösváros önkormányzata. Erre azért van szükség, mert a jelenlegi közszolgáltatóval lejár a szerződés. A pályázat nyertesével 10 éves szolgáltatási időszakra köthetnek szerződést. Ez a pályázat közel 1 éve van folyamatban, Európai Unió hivatalos lapjában megjelent egy előzetes tájékoztatás, a helyi autóbuszos közlekedés közszolgáltatójának kiválasztása tárgyában. A pályázati eljárás során felmerült a menetrend módosításának lehetősége, így akinek ezzel kapcsolatban észrevétele vagy javaslata van, annak november 30-áig lehetősége van ezt jelezni a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságán. Az adatok begyűjtése után a közszolgáltatóval közösen sor kerül egy menetrendmódosítási tevékenységre. Az általunk megkérdezett utasok elégedettek a helyi járatok indulási és csatlakozási időpontjaival, így ők nem változtatnának ezeken. Én a 8-asban lakom, és 5 volt felszállok, a kórháznál kiszállok, és ha itt a vásárolok, akkor ide szökök hamar. Vagy a 2-es buszhoz, a központba. Tehát akkor a csatlakozási indulási időpontok megfelelnek. Nekem megfelelő. Hát szerintem megfelelő, mert hát azért 3 fajta helyi járat van, 3 tulajdonképpen 2 egy irányba jár, és hát nem fedi le egymást a 2 időpont, tehát szerintem aki egyikkel nem tud elmenni, el tud menni a másikkal. A Városüzemeltetési Igazgatóságra már érkeztek javaslatok a menetrend módosítására vonatkozóan. Az észrevételeket még 1 hétig benyújthatják az utasok. Napokon belül elkészül a toronyház melletti 20 parkoló, amire évek óta várnak a lakók. A Kócsagúton 2 hónappal ezelőtt adta át a felújított parkolókat az önkormányzat, amelyeket a toronyház melletti beruházással együtt még az elmúlt évben terveztek be az idei költségvetési koncepcióba. A Kócsagúton lakók már 2 hónapja használhatják a felújított parkolókat, amelyekre már régóta vártak az itt élők.
A felújításokat 4 millió forintból végezte el az önkormányzat. A városi lakótelepi parkolók felújítását és bővítését még tavaly határozta el Gyöngyös képviselőtestülete. A toronyház mellett újonnan kialakított 20 parkoló is hamarosan elkészül. Majdnem 9 éve fogalmazódott meg először, hogy ennek a falunyi népnek, aki abban az épületben lakik, célszerű volna parkoló lehetőségét biztosítani. Az idén ez egy 10 millió forintos keretösszegből meg is valósul. Úgy néz ki, hogy a beruházást jelentős, vagy semmilyen pótmunkával, tehát ebből az összegből meg tudjuk csinálni. A kiemelt szegélyek már elkészültek, a lépítmény megvan. Már csak a záró réteg és a felfestések hiányoznak, hamarosan megtörténik a fásítás is. A beruházással néhány napon belül elkészülnek. A képviselő testület a parkolók megépítésekor arról is döntött, hogy a toronyház és környékére új parkolási rendszert vezetnek be, ugyanis a Budapestre busszal utazók gyakran ebben a parkolóban hagyják egész napra a gépkocsijukat, elfoglalva a parkolót az itt élők vagy az itt ügyet intézők elől, tette hozzá városüzemeltetési igazgató. Van erre egy elképzelésünk, egy parkolózónának a kialakítása, ahol nyilván térítésmentesen az ott lakókat szolgáltatással bírók bemehetnének, viszont fizetni kéne annak, aki a kocsiját ott akarja hagyni egész nap teljesen fölöslegesen, ugyanis pár perc gyaloglásra más üres parkolók vannak a környékben. A forgalmi rend változásra a műszaki átadás után tesznek javaslatot, mondta Szilágyi Attila. Továbbá beruházás során épült egy sétány is a hármas út felől, ami a toronyház megközelítését teszi lehetővé a tűzoltók számára, így a beruházás a magas épület teljes biztonságát is javítja majd. Az iskolákkal együttműködve hasznos szabadidős programok megvalósítását tervezi az önkormányzat egy civil szervezet segítségével. Az oktatási intézmények mellett a régi tüdőgondozó épületében is lehetőség nyílik majd pingpongozni, csocsózni, zenélni, vagy akár nyelvet tanulni. Az önkormányzat azt reméli, a programoknak köszönhetően csökken majd a buszpályaudvar környékén lézengő diákok száma. Dél körül még nincs nagy forgalom a gyöngyösi buszpályaudvaron, mivel ilyenkor még javában tart a tanítás. Mégis előfordul, hogy néhány kamasz gyerek az iskola helyett a csavargást választja. Ha mégis iskolába mennek, a tanítást követően sem indulnak rögtön haza. Inkább bandába verődve ide a buszpályaudvar parkjába jönnek, hangoskodnak, ezzel zavarják az átutazók és a környéken élők nyugalmát. Megjönnek a gyerekek baráti társaságokkal, csoportokba szerveződve, nyilván ha három gyerek már beszélget, az már sokkal hangosabb, mint ami az ott élőket egy fokkal legalábbis meghaladja az őt élőképességüket, sőt néha több fokkal is. Nyilván ugyanakkor megindulnak az esti randalírozások. Van, akinek a hangoskodáson túlmenően vannak rossz tapasztalatai. Ami itt folyik a buszmegállóban, a fiatalok, amit csinálnak, az valami eszméletlen. Lásd, itt ez a pad is itt volt, itt kábítószereznek, itt randalíroznak, hangoskodnak, csúnyán beszélnek az emberekkel, úgy, mint velem is előfordult már. Szóval borzalom, ami itt folyik a buszmegállóban. És azért már abból a szempontból már jobb, hogy van délelőtt most már biztonságőr. Ezekre a problémákra nyújthat megoldást egy most alakuló program. Együtt gondolkodva, illetve a vagyonkezelő gyemszivel is felvéve a kapcsolatot, ezek a tárgyalások elkezdődtek, és mi nagyon bízunk benne, hogy sikerül a fenntartást is, és a működést is biztosítani ehhez az építményhez, és egy olyan típusú tartalmat vagy tartalommal megtölteni, ami mindenki számára, tehát ott élők számára és a város teljes lakossága számára egy picit megnyugvást hozhat. A Máltai Szeretett Szolgálat Befogadás Nonprofit Kft. Ügyvezetője szerint a gyerekek nem csavarognak, ha értelmes programokon vehetnek részt. Nekünk az a tapasztalatunk, hogyha bármiféle, akár egy egyszerű pingpongasztalt oda teszünk, egy másik intézmény hangszereket, gitárokat vásároltunk, csocsóasztalt, pici konditermet. Egész egyszerűen annyira vevők erre a gyerekek, hiszen ezek mind sokkal jobb dolgok, mint a lófrálás. A tervek megvannak, már csak a megvalósításhoz kell anyagi forrásokat keresni, így rövid időn belül különböző programokkal foglalják le a most még csavargó fiatalokat. Fák és rózsabokrok kerülnek Gyöngyös északnyugati és a délkeleti város részeibe. A munkálatokban a helyi romák segítségét vette igénybe a gyöngyösi önkormányzat, így ők napi bérért segítették az ültetés előkészületeit.
Készülnek a gödrök a harmadosztály néven ismert erdélyi téren. Ezekbe a gödrökbe ugyanis hamarosan fák és rózsabokrok kerülnek. Gyöngyösváros önkormányzata pénzt különített el növénytelepítésre. Ennek keretén belül kezdődtek meg most a munkák, itt és a város más területein. A délkeleti és az északnyugati városrészben kiegészítettük ezt a programot azzal, hogy az ottani lakók a növényzetfejlesztési munkákba besegítsenek, ezzel is szépít a saját környezetüket, hozzájáruljanak ahhoz, hogy a saját lakótelepi részük szebb legyen. És itt két napi munkavégzést tudtunk biztosítani a Városfejlesztő Kft. Közreműködésével, helyszínenként 8-8 embernek. A munkások megszervezésében Kanalas Flórián is segített az önkormányzatnak. Megcsináltuk volna, mint társadalmunkában, de fontos, és ez örülnek az emberek, akik rászorultak, hogy hozzájutottak egy kis pénzhöz, mert bérbe csinálják. A munkások napi bérért dolgoznak, ezzel valamelyest besegítenek a háztartásba. Az északnyugati városrészben is készülnek a gödrök, ezen a területen is fákat és rózsabokrokat ültetnek majd. Itt is a helyiek dolgoznak, akik örültek az alkalmi munka lehetőségnek. Mostanában nem nagyon lehet kapni itt munkát Gyöngyösön, és azért jöttünk mi is dolgozni. Mennyi pénzt kaptok? 4500 egy napra. Mit kell csinálnotok? Ásni kell. Az önkormányzat így 16 ember tudott alkalmi munka lehetőséghez juttatni, amivel ha csak átmenetileg is, de segítséget kaptak a rászorulók. A Gyöngyösi Atlétikai Klub felnőtt labdarúgó csapata a szezon utolsó fordulójában hazai pályán fogadta volna a Pétervására csapatát. A feltételes módokáról Benus Ferenc, a klub szakmai felelőse adott tájékoztatást. A hétvégén megkeresett bennünket a Pétervására Sportegyesületnek a vezetése, és felajánlotta a pályaválasztási jog és az időpont cserélését a vasárnap elfoglaltságok miatt. Mindjárt ott voltunk, megbeszéltük a játékosokkal, és vállaltuk a pályaválasztásnak a felcserélését, és itt szombaton Pétervásárán zárjuk a megyei alsó osztály őszi fordulóját. A bajnoki mérkőzést követően idén még a Magyar Kupában is pályára lép majd a megyei kupa győztes Gyöngyös. Megtörtént a Magyar Kupa második fordulónak a sorsolása, és a gyöngyösi atlétikusokat a Máta Derecske esével sorsolták össze, amelynek a párosításának mérkőzése december 1-én 1 órakor lesz Máta Derecskén. A gyakszombati Pétervásárán sorra kerülő mérkőzésének végkimenetele már nem veszélyezteti az őszi elsőséget. Egy azonban fontos, a játékosok szeretnék, ha az őszi szezon zárása után továbbra is veretlenül állhatnának a táblázat élén. Kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben az Európai Bizottság. Az almás fűzítőnél egy felhagyott vörösiszap tárolóban zajló hivatalos komposztálásnak nevezett veszélyes hulladék lerakási eljárás miatt. Brüsszel konkrétan a hulladék keretirányelv és az élőhelyvédelmi irányelv megsértését kéri számon. A következmény akár a Duna mellett lévő lerakó bezárása is lehet. Díjmentes lesz a gázkészülékek műszaki biztonsági felülvizsgálata, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára. A jövőben a gázkészülékek kötelező műszaki biztonsági felülvizsgálatának elvégzéséért a felhasználókat semmilyen költség nem terheli. Annak díját teljes mértékben a szolgáltatónak kell állnia. Most pedig következzenek a szokásos tőzsdei záróértékek. A vezető részvények közül a Magyar Telekom 277, a MOL 14.300, az OTP 4.395, a Richter 4.345, a TVK pedig 3.665 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX tegnapi záróértékéhez képest 36 pontot csökkent, így 18.557 ponton zárt. Most pedig következzenek mai híreink röviden. Kulturális örökségvédelem Sagittarius projekt a főiskolán. Pályázattal keresik a szolgáltatót, módosulhat a menetrend. 20 parkoló épült a toronyháznál. Tartsanak velünk továbbra is, következik az ünnepi nápolyi viszontlátásra.